Arany János nem könnyű, de megéri a fáradtságot. Megéri a fáradtságot, és szerintem akármilyen nehéz, nagyon pontos és nagyon tiszta az, amit ő mond, és ahogy ő mond. És ha megtaláljuk hozzá a kulcsot, akkor tulajdonképpen könnyen fogyasztható. Egyszer azt hiszem Ádám Otto mondta itt való ebben az épületben, hogy Arany János azt mondta, és úgy is tudja, hogy gúzsba kötve táncolni az a legjobb vagy legnehezebb a világon. Na most a gúzs az Arany János esetében a rímet jelenti. Nézzük azt, amit most kiválasztottam, valami hallani, jó egészség működését, akkor is, ha van, haszontalan, stb. Ő volt a legnagyobb mestere az asszonáncnak, ami azt jelenti, hogy a magánhangzók stimmelnek és összecsengenek, a toldira gondoljunk, vagy bármelyikre, de a mássalhangzók különböznek. Egészen eltérő, amiket ő csinált a magyar költészetben. Vörös Marti, Petőfi és Arany. Ez a három, aki megújította a magyar nyelvet, és megújította a magyar költészetet. És azt, amit ők tudnak, az valami félelmetes, hogy akármit olvas tőlük az ember, akkor az úgy könnyedén ömlik, olyan, mintha nem is lenne mögötte erőfeszítés. De micsoda technikai tudás, micsoda biztonság és micsoda nyelvi érzék van mögötte. Arany János a nyelvvel kapcsolatban nem csak magyarul tudott, kitűnően 50 ezer szót használt, hanem németül és franciául, valamint angolul, de angolul csak konyhaszinten. És mégis hogy fordította le a Hamletet? Tehát amit a nyelvvel művelt, az bűvöl engem a legjobban. A ritmusról ír. A ritmusról Babits Mihály azt mondja, hogy ó, szent ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa. Na most ez, Arany János viszont így ír, a ritmus oly láthatatlan valami, mit inkább érezni, mint hallani. Mit észrevenni, mint a jó egészség szelíd hatású titkos működését, könnyebb, mikor nincs, mint akkor, ha van. Minélkül mérték, rím haszontalan, s akármint gúzsba kössük, a darab kötetlen, buglyos prózavers marad. Ha írod a verset, nem öntöd azt. Össze nem áll, hiába fúrsz, faragsz, majd itt bicsaklik félre, majd amott, és kárba vesz sok oly becses robot, mellyel, ha méltóbb helyre áldozád, megkapálhattad volna kukoricád. Aztán meg aztán, hát, álmos vagyok. Szervusz, öcsém, máskorra is hagyok. Tehát álmos vagyok, máskorra is hagyok. Úgy rímel, cseng-bong működik, az egész csillogó nyelvpalota, amit Arany János épít, hogy közben egyszerű, és közben természetes, és közben nem mesterkélt, és közben nem erőltetett. Minden igazi művészetnek szerintem ez lehet a példája.